Carmen Dan belügyminiszter lehet a szociáldemokrata párton belüli háború első jelentős áldozata. Ellene, aki köztudottan Liviu Drágnia pártelnök kegyeltje, Mihály Tudószi miniszterelnök lejárató kampányt indított. A Mihály Tudoszé és Kármén Dán közötti viszályra a bukaresti pedofil botrány szolgáltatta az ürügyet, amely miatt a belügyminiszter kérte a román rendőrség főnökének, Bogdán Dészpeszkunak a menesztését. Ezt a kormányfő megtagadta szavai szerint azért, mert a kijelölt utód nem vállalta a tisztséget, noha kárminden biztosította róla, hogy vállalja. Hazudott nekem, mert nem tudok együtt dolgozni vele, nyilatkozta belügyminiszteréről Mihály Tudoszi. Ennek ellenére nyilvánosan nem szólította fel a lemondásra, elemzők szerint azért, mert így még nagyobbat tud ütni pártbeli vetélytársán Liviu Dragnean. Itt az érződik, hogy ő azért sem akarja leváltani, hiába javasolta ezt neki a belügyminisztere, mivel hogy Kármendán had intézze el a sajtó, a következő napokban mindenki rajta lesz, és még inkább le fogják járatni. A sajtó megkeresésére, hogy mit szándékozik tenni Kármendán csak annyit válaszolt: Hamarosan tisztázza az ügyet. Tudosszé úgy fogalmazott: A belügyminiszter le fog mondani, ha hagyják. Arra, hogy kinek kell hagynia, konkrétan nem tért ki, de elég egyértelmű, hogy Kármindán legnagyobb pártfogójára célzott.